Fagykárok a megyében. Nem kizárt az sem, hogy az uniós támogatások előrehozott kifizetésével segítik majd a gazdákat, hangzott el a mai megyei közgyűlésen. Átadták az első szakaszt. Befejeződött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út első 6 kilométeres szakaszának felújítása. Sikeres felvételik. Több mint 79.000 nyolcadikos diákot, a jelentkezők 97%-át vették fel valamelyik középfokú intézménybe. Sürgős kárenyhítésre van szükségük a fagykárt szenvedett szabolcsi gyümölcstermesztőknek. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem kizárt az sem, hogy az uniós támogatások előrehozott kifizetésével segítik majd a gazdákat, hangzott el a mai megyei közgyűlésen. A testület elfogadta a megyei rendőrfőkapitányság tavalyi évre vonatkozó beszámolóját is, továbbá több uniós fejlesztési pályázat előkészítéséről szavazott. A múlt héten mínusz 7 fokig süllyedt a hőmérséklet, hajnalra lefagytak a gyümölcsösök a megyében. Az alma, a körte és a medgyes kertekben egyes helyeken akár 90%-os terméskieséssel is számolhatnak a gazdák. A károkat 15 napon belül kell bejelenteniük, a kárfelmérés folyamatos. A probléma több tízezer embert érint a megyében, sok családi gazdaság megélhetése került veszélybe, hívta fel a figyelmet Veres János, szocialista frakcióvezető a mai közgyűlésen napi rendek előtt. Én azt javasoltam, hogy a megyei közgyűlés ne maradjon csendben ebben a kérdésben, hanem kezdeményezze a kormányzati szervek felé a kár tényéről való tájékoztatást, valamint azt, hogy a kormányzati szervek alakítsák ki minél gyorsabban azt az intézkedés csomagot, ami segíthet a megyei termelőknek a talpon maradásban. Döntés született arról, hogy a közgyűlés levélben jelzi az agrárszaktárcának a károkat. Az uniós kifizetések előrehozatalával ugye ez a leggyakrabban alkalmazott és a operatívabb eszköz, ami leginkább segíthet a gazdáknak, ugye aki gyorsan, az kétszer ad, tehát ez erre a helyzetre is igaz nyilvánvalóan, azért, hogy ne fejezzék be a gazdálkodást, vagy túlélésüket, segítsük ebben a nehéz helyzetben, és hát más egyéb lehetőségek is vannak még, hogy segíteni lehessen a gazdáknak. Ugye nagyjából az a rendszer már kialakult, vagy remélem egyre többen beléptek, ami a biztosítási rendszert jelenti, de ez egy újabb figyelmeztető jel arra, hogy már a mostani fagykár, hogy ebbe a rendszerbe mindenki belépjen. A mezőgazdaságban nem csak a fagykár jelent problémát, reagált Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője. A vízhiány, a korszerűtlen vízgazdálkodás is hátráltatja a megye agráriumát. Az a kezdeményezés véleményem szerint, amit mi most itt megtettünk, nevezetesen, hogy minden olyan szakigazgatási szerv készítse el a saját szemszögéből azokat a fontos elemzéseket, amik egyébként ezt az állapotot tükrözik. Vázolják fel, hogy mi fog történni, hogyha nem teszünk semmit, és vázolják fel, hogy ők milyen megoldási javaslatot javasolnak. Ez meg fogja menteni a számunkra most jelenleg legfontosabb prioritásra bíró mezőgazdasági tevékenység létét, jövőjét és fejlődését. Az összesített adatok alapján csökkent a bűncselekmények száma és növekedett a rendőrség nyomozási eredményessége az elmúlt évben. A testület elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság 2015-ös beszámolóját. Csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma is. A javuló adatok mögött ott áll a térfigyelő kamerák kiépítése, a polgárőrség segítő munkája. A 24 órás rendőri lefedettséget biztosító programnak köszönhetően is javult a közbiztonság. Lehet, hogy még szorosabbra kell fűzni az együttműködést, főként a helyben szolgáló körzeti megbízott és a lakosság között, hiszen ez lehet záloga annak, hogy egy településen valóban érezhetően javuljon a közterületnek a biztonsága. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt esztendőben, 2015-ben csökkent a megye területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményszám, és döntő volt a közterületen elkövetett jogsértések számának csökkenése is. A rendőrség egy új épülettel gazdagodott Kemecsén. A régi városházánkat, ugyebár egy új városházat adtunk át november 11-én, mi ebbe beköltöztünk. A régi városházánk üresen maradt, és mi a rendőrség épülete, amelyben most tartózkodik Kemecsén, a kemecsei rendőrös, az méltatlan és alkalmatlan a feladat ellátására. Itt a régi városházat is felújítottuk, átalakítottuk a korszerű körülményeknek. Ezt az épületet szívességi használatba átadjuk a rendőrőrs részére.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2015-ös munkájáról is beszámoltak a közgyűlésen. A szervezet maradéktalanul ellátta a ráháruló feladatokat, mondta Varga Béla igazgató. Az igazgatóság mintegy 3000 önkéntest készített fel, 18 millió forint pályázati forrást nyert informatikai és eszközfejlesztésre. Országos szinten 14 milliárdos uniós forrást használhatnak fel a jövőben eszközökre, ami javíthatja a beavatkozások hatékonyságát. Az már megszokott, hogy mind a megyei rendőrfőkapitányság, mind pedig a katasztrófavédelem magas színvonalú tájékoztatót hoz be a megyei közülés elé, ami igazán nagy öröm az, hogy egészen jó eredményekről tudtak beszámolni, és hát az látható volt a szavazásból, hogy egyhangú szavazással és nagyon nagy köszönettel zárta a katasztrófavédelem és a rendőrkapitányság felé is a döntést ugye a megyei közülés. A testület döntött uniós pályázatok előkészítéséről és a zárt ülésen, megyei kitüntetődíjak adományozásáról is. Több mint 45 kilométer útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5,4 milliárd forint értékben. A munkálatok több helyen elkezdődtek, és van olyan útszakasz, amit már fel is újítottak. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő út első 6 kilométeres szakaszát 825 millió forintból korszerűsítették, és ma Újfehértó városnapi ünnepségén adták át. A Nyírség Hajdúság felé tekintő peremén fekszik Újfehértó, jelenleg több mint 13 ezren laknak a településen. Ez az épület egykor kaszinó volt, mellette van a katolikus templom, ez pedig az 1905-re felépült városháza. Itt tartották csütörtökön a városnapi ünnepséget, a polgármester kiemelte, Újfehértót kétszer is várossá avatták. 1836-ban 5. Ferdinánd magyar király, aki első Ferdinánd osztrák császár volt, és így írta alá a várossá nyilvánító okiratot. Ez gyakorlatilag a későbbiek sem az 1870-es években megszűnt, viszont 1992-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úr újbóli városi címet adományozott a településnek. Ez a mostani, a 180. évfordulója az első várossá nyilvánításunknak. Az ünnepségen a városháza előtt egy üvegmozaikot avattak fel, a köztéri műalkotás a település pajzs alakú címerét ábrázolja, de nem csak ezt adták át, hanem a 49-12-es út újfehértói belvárosi szakaszát is. Az ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, több évtizedes és balesetveszélyes problémát szüntetett meg az út korszerűsítése. Kormány döntéssel az első 6 kilométeres szakaszt sikerült rendbe tenni. Köszönet a Magyar Közútkezelő KHT-nak a nagy segítségért. 825 millió forintból sikerült 6 kilométert a város belterületének főútját rendbe tenni. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő út felújításának második ütemét is elkezdték. Ezen a képen jól látható, hogy a régi aszfaltra új burkolat kerül. Autóba ültünk, hogy megnézzük, hogyan halad a 49-12-es útnak a felújítása. A munkálatok már zajlanak, körülbelül 3-4 hónapig tartanak még. Tényleg ráfér az útra a felújítás, kátyús, zögykölődős, balesetveszélyes jelenleg az útszakasz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közeljövőben több mint 45 kilométer útszakasz újul meg összesen 5,4 milliárd forint értékben. Több mint 79.000 nyolcadikos diákot, a jelentkezők 97%-át vették fel valamelyik középfokú intézménybe. Ettől az országos átlagtól Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sem marad el. Itt ráadásul a felvettek nagy része az általuk megjelölt első helyre került be. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 1332 új diákkal kezdi meg a tanévet szeptember 1-én. Angolóra a Veselényi Miklós középiskolában, ahol jelenleg 935-en tanulnak. A nyolcadikos felvételi eredmények szerint jövő szeptembertől közel 200 diák kezdi majd meg itt tanulmányait. A szakközépiskolák legalább 28 fővel, a szakiskolák pedig 24 fővel indíthatnak el osztályokat. A Nyíregyházi Centrumhoz 10 tagintézmény tartozik, ezekbe összesen 1334 diákot vettek fel. Ez a szám csökkent az elmúlt évekhez képest. Egyrészt ugye csökkent a gyereklétszám a teljes oktatási ágazatban, és igazából kevesebb jut ebből következően a középiskoláknak.
A másik dolog az, hogy csökkentek az osztályszámok is, amiatt, hogy a modulrendszerű képzés ide kiesik a középiskolai rendszerből. De elmondhatom, hogy a centrumot nézve egészen átlagot tekintünk az országos átlagot figyelembe véve. Kiemelkedően jó beiskolázási átlagaink vannak az autószerelési ágazatban, a kereskedelmi bennátás ágazatban, egészségügyi ágazatokban. Pici problémánk van ugye a kétkezi szakmákat képző iskoláknak a beiskolázási átlagaival. Azok, akik nem jutottak be az első fordulóban, májusban van lehetőségük úgynevezett rendkívüli felvételi eljárás keretében egyénileg jelentkezniük a középfokú iskolákba. A Nyíregyházi centrumban összesen még 100 üres hely van. Országos átlagban a 82.411 nyolcadikos diák 97%-át felvették valamelyik középfokú intézménybe, így mindössze körülbelül 2.400 tanuló nem került be az első körben. Hasonló a bejutási arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Szabolcs megyében is az országos átlaghoz hasonlóan alakultak ezek az arányok. 97,2% az eredményessége, tehát a bejutott tanulók aránya, és az első helyre bejutott tanulók aránya az országos 77%-hoz képest Szabolcs-Szatmár megyében 80%. A diákok körében a gimnáziumok voltak a legnépszerűbbek, 38%-uk fog ott tanulni, 37%-uk szakközépiskolában, ami szeptembertől szakgimnáziumként működik majd. A tanulók negyede kezdi szakiskolában a középfokú tanulmányait. Egy csoportszobával bővült a Paszabi óvoda. Eddig 60-an jártak az intézménybe, most 25-tel többen tölthetik ott mindennapjaikat. Az ünnepélyes átadáson részt vett Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár is. Körjátékkal készültek a gyerekek az óvoda avatóra. Nem csak a kicsik öltöztek fel ünnepi ruhába, hanem az épület is. Idén 60 éves az óvoda, amit most kívül-belül felújítottak. Ez az új szoba. Van itt plüss gorilla és kis markoló is. Most az új csoportszobával kibővülve 75-en járhatnak ide. Nem csak építkezésre, hanem bútorokra is telt a pénzből. Ez a pályázat lehetővé tette azt, hogy az összpályázati összegnek a 10%-át, tehát közel 4 millió forintot eszközbeszerzésre, illetve udvarfelújításra költhettünk. Így lehetővé vált, hogy a teljes eszközparkot felújítottuk, illetve az új csoportszobába is teljesen új, a kornak megfelelő bútorzat került, illetve ami a gyerekeket teljes egészében ki tudja szolgálni. Az ünnepélyes átadón Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, jelenleg a települések szociális és egészségügyi beruházásokra pályáznak legszívesebben. Szociális alapszolgáltatások fejlesztésében, vagy az egészségügyi infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztésében, ez nagyon népszerű, emellett az energetikai pályázatok, amelyeket nem sokára majd be lehet nyújtani, amely a fenntarthatóságot jelenti, hiszen a településeknek a működési költségeket csinyán kell bánni. Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy nem csak az épületek felújítását támogatják a jövő évben, a pedagógiai munkát fejlesztő pályázatokat is kiírnak. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a szakmai programját is szeretnénk megerősíteni, segíteni. A EFOP-os pályázatot szeretnénk írni arra vonatkozóan, ahol pontosan a szakmai programokat, az óvodapedagógusok munkáját segítendően a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a bevezetését tudjuk segíteni. Azért bővítették az óvodát, mert Paszabon egyre több a gyerek. Most azt tervezik, hogy bölcsődét is építenek a településen. Április végén zárul a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez kapcsolódó, valamint az ültetvénytelepítési támogatási pályázatok első beadási határideje. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nem jutott a legjobb 4 közé a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse, miután mindkét meccsen vereséget szenvedett a Debrecentől Kovács Tibor együttese. 100 nappal a riói ötkarikás játékok előtt az Olimpia éve elnevezéssel rendeztek vetélkedőt a nyíregyházi Vécsei iskolában. Április végén zárul a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez kapcsolódó, valamint az ültetvénytelepítési támogatási pályázatok első beadási határideje. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bár 2018-ig folyamatosan nyújthatnak be igényléseket, forrást csak a rendelkezésre álló keret összegéig kaphatnak a fejlesztésekhez. A következő bírálati időszak vége 2 hónap múlva várható.
Április 29-én zárul a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez, április 30-án pedig az ültetvénytelepítési támogatáshoz benyújtható pályázatok elbírálásának első szakasza. Így hamarosan megkezdődik az igénylések feldolgozása és a rendelkezésre álló forrás kiosztása. Mind a két pályázat esetében a termelőknek nem kell megérniük, mert nem csak ez az egy alkalom van a pályázatok beadására, mindaddig folyamatosan lehet a pályázatokat beadni, amíg a keret ki nem merül. Az ültetvénykorszerűsítésre 19 milliárd, míg a kisüzemek támogatására 14 milliárd forint áll rendelkezésre országos szinten. A kertészetek korszerűsítése azt jelenti, hogy az ültetvények felújításához, fajta szerkezeti frissítéséhez, valamint kerítésépítéshez is lehet támogatást igényelni. Emellett az öntözés kialakítására is van forrás a pályázatban. A kisüzemek fejlesztése a fejlődőképes, kisméretű termelők jövedelem szerzését segíti elő, vállalkozásonként megközelítőleg 4,5 millió forintos fejlesztési költségkerettel. Akik a tavalyi év során minimum egy 3 és 6 ezer euró esti standard termelési értéke rendelkező gazdasággal rendelkeztek, ami körülbelül egy 4 EU mérs gazdaságnak felel meg, hogy magyarul beszéljek, egy ilyen 4-8 hektáros gazdasággal rendelkeznek, aminek a gazdaság, amely gazdaság nem feltétlenül éri el azt a versenyképes hatékonyságot, aminek egy üzemnek el kéne érni. És ennek a támogatásnak pont az a lényege, hogy a támogatás elnyerése és a beruházások elbírálása után váljanak versenyképes gazdaságokká. Henát Kíbolya elmondta, ebben a kiírásban szinte bármire lehet pályázni, ami a vállalkozásokat versenyképessé teszi. Kiemelten a feldolgozást, valamint a kézműves termékek előállítását támogatják, így leginkább a kertészetek és az állattartó vállalkozások számíthatnak forrásra. Nem jutott a legjobb négy közé a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Miután mindkét meccsen vereséget szenvedett, az alapszakaszt 100%-os teljesítménnyel záró DKE Deactól. Kovács Tibor együttese június végéig edzésben marad, a következő szezonban pedig akár a feljutást is megcélozhatja a nyíregyházi gárda. Az elmúlt év végén menet közben csatlakozott a harmadosztály keleti csoportjának mezőnyéhez a nyíregyházi együttes, amely számára így meglehetősen sűrű volt az év első harmada. Az alapszakasz 22 meccséből végül 9-et nyert meg a Sunshine Nyikse, és ezzel a rájátszás jelentő 8. helyen zárt az újonc. Így a négy közé jutásért a hibátlan teljesítménnyel első DKR Deac ellen kellett pályára lépniük horvátéknak. Mindkét találkozónak Debrecen adott otthont, és a házigazda a papírformának megfelelően 2 győzelemmel 123-76 és 106-68 lépett tovább. Kovács Tibor edző az egész szezon tekintve elégedett a fiatal és rutinos játékosok alkotta csapata szereplésével. A meccsek nagy részén a fiatalok szerepeltek, aminek nagyon örülünk, és elsősorban ők álltak helyt. Utólag is köszönjük az öregebb, rutinosabb játékosoknak a segítségét bizonyos mérkőzéseken, ahol segítették a csapattagok helytállását és a csapat eredményesebb szereplését. Igazából a fiataloknál is azért már kellően rutinos játékosok szerepeltek a csapatban, akik utánpótlás bajnokságokban szerepeltek és egész szép eredményeket értek el, illetve még a fiatalok közé tartozik több olyan játékosunk is, aki már nem középiskolás korú, de ő szintén akár NB2-ben, NB1-ben már pályára lépett és ott is meghatározó szerepet játszott. A korábban magasabb osztályokban is szereplő csapatkapitány Horváth Bence szerint a Sunshine Nyikse első NB2-es szezonjában kihozta magából a maximumot. Úgy gondolom, hogy újonc csapatként teljesen helytálló volt a teljesítményünk. Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy jussunk be a rájátszásba, jussunk 8 közé. Az, hogy hanyadik helyen, az már tulajdonképpen lényegtelen volt. Így, hogy 8. helyen jutottunk be, egy igen erős Debrecennel találkoztunk, ahol azt mondom, hogy tisztességesen helytáltunk, és jól teljesített a csapat önmagához képest. Mint Kovács Tibor elmondta, a játékosok június végéig edzésben maradnak, a vezetők pedig elkezdik építeni a következő szezon csapatát. Amennyiben centerposzton sikerülne erősíteni a Sunshine Nyiksének, akár a feljutást is megcélozhatja majd a nyíregyházi együttes. 100 nappal a riói ötkarikás játékok előtt az Olimpia éve elnevezéssel rendeztek vetélkedőt a nyíregyházi Vécsei iskolában. A három fordulós sorozat záró napján 12 csapat szellemi és ügyességi feladatokban mérte összetudását.
8 éve a pekingi ötkarikás játékok előtt rendezték meg először a Vécsében az olimpia éve elnevezésű versenyt, amelynek célja az olimpiai eszme, illetve a sport szeretetének erősítése volt. A 4 évvel ezelőtti Londonhoz kötődő rendezvényt követően szerdán, 100 nappal a riói láng fellobbanása előtt harmadszor szenteltek egy délutánt az ötkarikának a vécsei diákok. A mai délután tulajdonképpen harmadik állomása egy versenysorozatnak, hiszen először egy tesztfeladattal, aztán egy foglalkoztató füzettel, és a mai napon pedig egy 10 állomásból álló akadályversennyel ünnepeljük tulajdonképpen a közelgő olimpiát. A mi kis olimpikonjaink a mai napon a megnyitó után csapatokba szerveződve 12 csapatban különböző állomásokon 10 állomás helyen mérik össze az erejüket. A résztvevők között többen voltak olyanok, akik nem csak az olimpiai vetélkedő apropóján húznak sportszerelést. Futok, biciklizek, amihez kedvem van éppen, amikor ráérek. És a többiek, a osztálytársak, barátok, hogy fogadták ezt a mostani napot? Hát izgulnak, meg nagyon várták. Örülnek, hogy itt lehetnek ők is. A verseny résztvevői tippelhettek arra is, hogy hány első sikert érnek majd haza Rióból a magyar csapat tagjai. A fiatalok közül legtöbben 6 aranyérmet várnak sportolóinktól. Íradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Sürgős kárenyhítésre van szükségük a fagykárt szenvedett szabolcsi gyümölcstermesztőknek. Nem kizárt az sem, hogy az uniós támogatások előrehozott kifizetésével segítik majd a gazdákat, hangzott el a mai megyei közgyűlésen. A testület elfogadta a megyei rendőrfőkapitányság tavalyi évre vonatkozó beszámolóját is, továbbá több uniós fejlesztési pályázat előkészítéséről szavazott. Több mint 45 kilométer útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5,4 milliárd forint értékben. A munkálatok több helyen elkezdődtek, és van olyan útszakasz, amit már fel is újítottak. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő út első 6 kilométeres szakaszát 825 millió forintból korszerűsítették, és ma Újfehértó városnapi ünnepségén adták át. Több mint 79.008-os diákot, a jelentkezők 97%-át vették fel valamelyik középfokú intézménybe. Ettől az országos átlagtól Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sem marad el, itt ráadásul a felvettek nagy része az általuk megjelölt első helyre került be. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 28-án csütörtökön. Friss hírekkel péntek este jelentkezünk legközelebb. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Péntek estig a mediterrán térségben kimélyülő ciklon a Kárpát-medencétől délre vonul el, ennek felhőzete és csapadékrendszere főként a déli, valamint a keleti ország részt érinti. Éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat eső, zápor. A változó irányú szél időként megélénkül, reggel általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd a délutáni esti órákban felszakadozik, csökken a felhőzet. Főleg a körzet keleti felén szorványosan eső, zápor előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, délutára 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton a napsütés lesz túlsúlyban, a gomoly felhőkből csupán egy-egy zápor alakul ki. Vasárnap még számítani lehet több-kevesebb napsütésre, majd vastagszik a felhőzet és főként délen valószínű eső. A jövő hét elején hazánk több pontján, a hét közepén elszórtan számíthatunk csapadékra. Az éjszakai fagyok mindenütt megszűnnek. A hétvégén erősödik, a jövő hét közepén átmenetileg gyengül a nappali felmelegedés.